Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Mai adásunkat labdarúgással kezdjük, ugyanis a szabadkai Spartacus fontos győzelmet aratott a Szuperligában, mellyel közelebb kerültek a rájátszáshoz. Ezt követően pedig Adorjánra látogatunk, ahol a helyi labdarúgó csapat a Szabadka együttesét fogadta, majd pedig beszámolunk a többi labdarúgó bajnokság eredményéről is. A házigazda Spartacus és a vendég Csácsaki Bórac is győzelmi kényszerrel lépett pályára a Szuperliga 27. fordulójában Szabadkán. A Spartacusnak a rájátszásba kerüléshez, a Bóracnak pedig az első osztályban maradáshoz volt szükséges a 3 pont megszerzése. Ennek megfelelően már a 13. percben helyzetet láthatott a közönség, a Bórac ugyanis hatalmas kapufát lőtt. Ezt követően a Spartacus is több veszélyes helyzetet kidolgozott, de fél időig gól nem született. A fordulást követően azonban nem kellett sokat várni az első találatra, a vendég védelem hatalmasat hibázott, Ognjen Mudrinski pedig köszönte szépen és megszerezte a hazai vezetést. A vendégek ezt követően percekig reklamáltak, hogy a Spartacus találata szabálytalan volt, mivel a gólszerző lesen állt. A lassított felvételen azonban jól látszik, hogy a gólpassz pillanatában Mudrinski egy vonalban volt a Bórac védőjével, így a bíró jól döntött. Ezt követően a Bórac mindent megtett a gólszerzésért, de a helyzetek sorra kimaradtak. Így a Spartacus csapata minimális, de rendkívül fontos győzelmet aratott Szabadkán. A сегодняшней игре, наверное, для нас вопрос стоял быть или не быть. На данной утакмице было е питание за нас быть или не быть. Я имею в виду борьба за плей-офф. Мыслимо в борьбе за плей-офф. Сейчас мы победили и продолжаем эту борьбу. Победили смо и наставляем эту борьбу. Несмотря на то, что команда Борец находится ниже нас, мы понимали, что у них хорошая организованная команда, и нам будет сложно. A vendégek edzője szerint csapata két hatalmas hibának köszönheti a szabadkai vereséget. Ovu utakmicu je obeležilo, su obeležile, po mom mišljenju, a volo bih da me snimak demantuje dve kardinalne greške, jer kod tog odlučujućeg gola vrednog 3 boda i našeg poraza, prva kardinalna greška je bila mog igrača. Međutim, mislim da je posle toga usledila još jedna veća greška koja je kumovala našem porazu. A 17. fordulót követően a szabadkai Spartacus 37 ponttal a 8. a tabellán, a csácsaki Bórac pedig 18 ponttal továbbra is az utolsó a Szuperligában. Múlt heti szezonbeli első győzelmét követően Adorjánra is a 3 pont megszerzése reményében érkezett a Szabadka együttese, a Vajdasági Liga északi csoportjának 17. fordulójában. A vendégek ennek megfelelően is vágtak neki a mérkőzésnek, és már a 20. percben megszerezték a vezetést. A gyors gól azonban nem törte össze a Tisza játékosainak önbizalmát, és Mándi találatával már a 27. percben kiegyenlítették az eredményt. Az Adorjániak ezt követően sem vettek vissza a tempóból, és Kolundzsics góljával megfordították az állást, így egy gólos előnyel a zsebükben mertek a szünetre. A második félidő harcias játékot hozott, ahol mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, újabb volt azonban csak a hazaiaknak sikerült szerezni. A 60. percben Elif Zsivkovics vette be a vendégek kapuját, majd pedig a 77. percben Mandic is mattolta a szabadkaiak hálóőrét, és ezzel beállította a 4-1-es végeredményt. Szerintem meggyőző teljesítményt nyújtottunk a mai napon, és sima győzelmet arattunk a szabadkai csapat felett. Megérdemelt a győzelem. Egyértelmű 3 pont. Az Adorjániak új edzőjének ez volt az első meccs a csapattal. A mérkőzés elejétől kezdve irányítottuk a mérkőzést, viszont az ellenfél egy kontrából szerzett vezetést, utána viszont gyorsan fordítottunk, és ugye a fél időig tudtunk szerezni egy gólt, utána pedig a második fél időt is folyamatos fölényben játszottuk, úgyhogy megérdemelten győztünk. A Szabadka edzője szerint csapata nem tudta felvenni a versenyt a hazaiakkal. Kacpite rezultat malo smo razočarani, mislim smo previsoko izgubili, imali smo i mi šanse da postignemo golove, nažalost nismo. Ekipa Adorjana je tehnički mnogo tehnički bolje i ona iskoristila svoje prednosti. A Szabadka csapata továbbra is a bennmaradásért küzd. Naša ekipa se nalazi u donjem delu tabele, borimo se za opstanak, došli smo tu da se nadigramo sa domaćinom koji je odigrao odličnu utakmicu i mogu reći slobodno zasluženo nas pobedio sa 4-1 i nemamo što više dodam. Borit ćemo se da opstanemo u ligi, to je to. Győzelmét követően az Adorjáni Tisza csapata 28 ponttal a táblázat 5. helyén áll, a Szabadka együttese pedig 3 ponttal továbbra is az utolsó helyen tanyázik. Fontos győzelmet arattak a Spartacus labdarúgói a Szuperligában.
A forduló eredményei a következők. Rád Napredák 0-1, Spartakus Borac 1-0, Csukaricski Crna Zvezda 3-4, Javor Metalac 1-0, Vojvodina Lucsani Mladost 0-1, Partizán Vozdovac 4-0, Palánkai Bácska Nisi Rádnicski 1-2 és Novi Pazár Rádnik 1-0. A mezőnyt a 70 pontos Crvena Zvezda vezeti a 64 pontos Partizán és az 57 pontos Vojvodina előtt. A Spartakus 37 ponttal a 8., a Bácska pedig 24 ponttal a 13. helyen áll. A szerb liga vajdasági csoportjában a Szabadkai Bácska 1 ponttal tért haza Temerinből, míg a TSC Óbánovcin hagyta a pontokat. A forduló eredményei a következők. Újvidéki Crvena Zvezda Újbánovci Omladinac 1-1, Torontál Szigeti Borac Nagybecskereki Rádnicski 2-0, Óbánovci Dunáv Topolyai TSC 1-0, Verset Száva Szentdemeteri Rádnicski 4-1, Belcsényi Cement Pancsovai Zselezničár 1-2, Temerini Sloga Szabadkai Bácska 0-0 és Sidi Rádnicski Bácsszent Iváni Bratfor 0-2. Az újpázovai Rádnicski szabad volt a hétvégén. A tabellán első az Omladinac 37 ponttal, második a Bratfor 36, harmadik a Dunáv 30 ponttal. A topolyai TSC 24 ponttal az ötödik, a Bácska 22 ponttal a hatodik a tabellán. A Bácskai Ligában tovább növelte előnyét a Becse együttese. A forduló eredményei a következők. Zombori Rádnicski Bácsordasi Polák 1-1, Adorjáni Tisza Szabadka 4-1, Tavankút Hócsági Textilac 1-0, OFK Vrubász Dunagálosi Bubiknoszt 0-0, Becse Magyar Kanizsai Potiszje 3-0, Szent Tamás Szermiliticsi Zadrugár 2-2, Pacséri Bácska Túrjai Mladost 3-1 és Opatini Mladost Csonopjai Sloga 0-0. A 44 pontos Becse előnye 5 pont a második Szlogával és 7 pont a harmadik Budutnosztal szemben. Az Adorjáni Tisza 5., a Bácska 7., a Potiszje 10., a Tavankút 11., a Szabadka pedig 16. a táblázaton. A Szabadkai Körzeti Ligában az Éllovas Preporot kikapott Zentán. A forduló eredményei a következők. Bajmoki Rádnicski Újsóvéi Proleter 3-0, Zenta Újzsedniki Preporot 2-1, Bajsa Nyegosévói Proleter 2-0, Nádaljai Napredák Szeghegyi Nyegos 1-2, Szanádi Jadrán Krivaja 0-2, Bácsfeketegyi Jadrán Kishegyesi Egység 2-1, Kiskéri Szutyeszka Pannónia 2-0 és Törökkanizsai Obilics Csantavér 1-0. A hajdújárási Vinogradár szabad volt. A tabellán első Preporod 41 ponttal, második a Szutyeszka, a harmadik a Nyegos, negyedik a Bajsa 37-37 ponttal. Labdarúgásból és gólokból tehát nem volt hiánya a hétvégén, a stúdióban pedig köszöntöm mai vendégemet, Borsos Csabát, az Adorjáni Tisza labdarúgó csapatának elnökét. Szervusz, köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Ugye 4-1-es győzelem, te hogyan értékeled? Először is köszöntöm a kedves nézőket. Hát ez a 4-1, ez lehetett volna rosszabb is, de lehetett volna jobb is, ugyanis az ellenfélnek az első félidőben volt még egy-két helyzete, viszont a második félidőben, vagy már az első félidőnek a második felében is a csapatunk magára talált, és rúghattunk volna több gólt is. De vége végén 3 pont az Adorjánon maradt, ami a legfontosabb. Ugye őszintén mondva könnyebb győzelemre számítottatok, ugyanis a Szabadka jelenleg utolsó a tabellán, azonban győztek az elmúlt hétvégén. Gyorsan gólt kaptatok, azonban a csapat nem tört meg. Milyen lelki erő van most nálatok? Egy utolsó helyezett ellen sose könnyű játszani, ugyanis megtörténik több esetben is, hogy a játékosok alábecsülik az ellenfelet, és szerintem ez történt tegnap mi nálunk is ott az első fél órában. Győzhettünk volna, mint már említettem, nagyobb arányban is, de én mind klubvezető, meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel. Ugye hozzátok is érkeztek új játékosok az átigazolási szezonban, konkrétan kikről van szó, milyen posztokon próbáltatok erősíteni? Hát mivel a téli átigazolásban több meghatározó játékos is távozott az Adorjáni Tiszából, ezeknek a helyét próbáltuk új játékosokkal betölteni. Mivel a Szerbiai Labdarúgó Szövetség titkárságán munkás csere történt, és valami elektronikus technikai okok miatt sajnos még a mai nap, tehát még tegnap se tudtunk komplett felállításban kiállni, főleg csatár poszton próbáltunk helyettesíteni a
téli átigazolás folyamán, ugyanis csatárjaink mentek el. Egy játékosunk Ausztriában, második ligában folytatja a pályafutását. Egyik játékosunk az egyetemi tanulmányai véget nem tud edzésekre járni. Ő a most tavasztól így a Pacséri bácskát erősíti. Nálunk edzés nélkül nem lehet a csapatba bekerülni. Ő helyettük próbáltunk megfelelő átigazolásokat kieszközölni, amit ugyebár sikerült is, de sajnos még mindig nem tudott a csapatunk kompletten futballozni. Ugye a csapatban nem csak új játékosok, hanem mint láttuk, új edző is érkezett, róla mit tudhatunk? Hát a Zoromhegyes ugye a szomszéd falu nekünk, a Oromhegyesről a Teszlich Igor vette át az első csapatnak az irányítását. Az őszi idényben ott itt hagyott bennünket Báne Bulátovics edző, aki elment Magyarországra szerencsét próbálni, és utána most, amikor visszajött, akkor a vezetőség úgy döntött, hogy egyelőre, mivel egy kicsit cserben hagyott bennünket, így őt nem alkalmazzuk, és próbáltunk a környező településekről, aki B licenccel rendelkezik, olyan edzőt találni, és így esett a választás Teszlich Igorra. Akkor, amint említetted, hogy nálatok olyan játékos nem kerülhet be a csapatba, aki nem jár edzésre, beszéljünk kicsit erről, hogy milyen munka folyik a csapatban, hány edzés van egy héten, és hogy néz ez ki? Hát fölkészülési időszak alatt heti 5 edzés van, bajnokság ideje alatt pedig heti 3 edzés is, ugyebár a mérkőzés. Ez általában kett szerda péntek, annak függvényében, hogy hétvégén, ha esetleg szombaton játszik idegenben a csapat, akkor ez van módosítva. De az edzéseket a játékosoknak szinte a 90%-a rendszeresen látogatja, tehát minden edzésen a 90%-a ott van a csapatnak. Akkor most nézzük kicsit a fiatalabb korosztályokat Adorjánon, mennyire népszerű a foci, milyen kategóriák vannak nálatok és hol versenyeznek? Hát vannak a kadétjaink, ők a körzeti ligába szerepelnek, valamint vannak a pionírjaink és a petlityek, akik ott a Kanizsa-Zenta-Ada község közti ligában versenyeznek, amihez még Török Kanizsa és Csóka is csatlakozott, valamint a legkisebbek ilyen tornarendszerben is versenyeznek. Tehát összesen 5 csapatunk versenyzik valamilyen ligában. Legtöbbször arról szoktunk beszélni, hogy az ilyen kisebb ligákban nagyon nehéz a pénzügyi helyzet. Mennyire könnyű most egy ilyen komoly klubot irányítani? Hát a községtől, Magyar Kanizsa önkormányzatától körülbelül a bírók költsége az biztosítva van. Adorjánon tudni kell, hogy van helyi járulék, és a helyi járuléknak is 5%-a a sportra van fordítva, tehát ebből próbáljuk összehozni és összerakni a pénzeket, valamint az én vállalkozásom még a hiányzó eszközöket pótolja. Akkor még kicsit az első csapatra visszatérve, milyen céljaitok vannak az idei szezonban, esetleg jövőre? Hát az idei szezonban mindenféleképp ott szeretnék lenni az első 5-ben, tehát ez volt ősztől kezdve a célkitűzés. Jelenleg is ott anyázunk ugye az 5. helyen. Ha sikerült volna időben az átigazolás, akkor ez a múlt heti fiaskó nem jött volna be, akkor kicsit följebb lennénk, de mindenféleképp a célkitűzés az ugye az első 5-ben, ha csak lehet, akkor dobogós helyen. Remélem, hogy ott is fog végezni a csapat. Nyártól szeretnénk erősíteni, és a jövő bajnokságnak úgy neki menni,
hogy egy fokozattal följebb tudjunk kerülni. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és további sikeres munkát kívánunk. Mai műsorunkat pedig Tekével folytatjuk, ugyanis a topolyai csapat a nagybecskereki Krisztált fogadta. A vártnál szorosabb küzdelmet hozott a topolyai egység és a nagybecskereki Krisztál Teke csapatainak mérkőzése a szerb első liga vajdasági csoportjának 16. fordulójában. Az első körben Radivoj Trifinyagic 591 fát ütött, ezzel legyőzte az 575 fát ütő Loncsárevics Adriánt. Fekete Álmos 554 fával múlta felül az 529 fát ütő Gorán Bugárszkit. Nagy Antun pedig 541 fával győzte le az 527-et ütő Mille Dozent. Így a topolyaiak 1670, míg a nagybecskerekiek 1647 fával zárták az első kört. A váltásban Miodrag Milovanovic 552-565-re alul maradt Dusan Cekicsel szemben. Velük egy időben Antal Árpád Nemanja Cvijanovicsal küzdött, náluk 596-521-es eredmény született. Huber Mihály pedig Zakar Roberttel játszott, itt 551-543-as eredmény született. A második kör végén az egység 1699 fát ütött, míg a Krisztál 1629-et. Összesítésben pedig 3369-3276-os eredmény született, amellyel az egység Teke klub 5-3 arányban múlta felül a nagybecskerekieket. A győztes csapatból nem mindenki volt elégedett a mutatott játékával. Sajnos kikaptam az ellenfelemtől, a legjobb játékosuk. Jó indult, a feliné még vezettem, aztán kicsit a vége felé leadtam, és akkor sajnos kikaptam, de szerencsére a csapat az nyert, úgyhogy örülök. A Krisztál legjobb játékosa sem tudta megmenteni a csapatot a vereségtől. A nagybecskereki együttes az elmúlt időszakban káder problémákkal küzd. Mi smo danas došli ovdje da se borimo, ekipa Ečega je danas pokazala bolju formu, zasluženo su nas pobedili, mi smo se borili koliko možemo. Sljedeća utakmica za nas je najbitnija zato što od nje zavisi da li ćemo opstati u ligi, tako da smo danas došli da se borimo, da probamo da čvrsto, da tako kažem, damo jedan otpor ekipi Ečega, međutim oni su danas bili bolji i mi kao ekipa čestitamo. Antal Árpád az egység játékos edzője a mérkőzés legeredményesebb tagja volt, összesen 596 fát ütött. Ez a győzelem egy kicsikét csapat handicap állapotban, mivel két játékosunk is sérült, egynek el kellett menni a német idegen légiósunknak, vissza kellett menni Németországba, és nem bírt játszani, tehát egy kicsikét mondhatnám, hogy nehezebb győzelem, mint amit vártunk, de az a lényeg, hogy győztünk. A topolyai egység jelenleg 16 ponttal a táblázat negyedik helyén áll, a nagybecskereki Krisztál pedig 8 ponttal a hatodik a szerb első liga vajdasági csoportjában. Mai műsorunkat pedig röplabdával zárjuk. Zentára látogatunk, ahol a helyi női röplabda csapat a Szabadkai Volleysztár együttesét fogadta. Szoros játékkal kezdődött a Zenta és a Szabadkai Volleysztár összecsapása a második vajdasági liga északi csoportjában. A csapatok végig fej-fej mellett haladtak az első szedben, a hajrában végül a zentaiak tudtak jobban koncentrálni, és 25-23-ra megnyerték az első játékrészt. A második szedben már a szabadkaiak akarata érvényesült, végig vezetve 25-22-es eredménnyel kiegyenlítették az állást. A harmadik szett elején tovább folytatódott a szabadkaiak fölénye. Az 1-7-es kezdést követően azonban összeszedte magát a Zenta csapata, és 21-21-nél utolérték a vendégeket. A szett megnyeréséhez azonban ez sem volt elég, ugyanis 24-26-ra ugyancsak alul maradtak. A negyedik szedben ismét szoros játékot láthatott a közönség, amely szintén a vendégek 23-25-ös győzelmével zárult, így a Szabadkai Volleysztár 3-1-es sikert ünnepelhetett. Nagyon színvonalas mérkőzést láthattak, a lányok maximálisan felkészültek erre a mérkőzésre, sajnos ugye a második és harmadik szedbe gyengén kezdtük, és később ezt a lemaradást kellett állandóan behozni, így a végjátékban alul maradtunk. A hazai csapat játékosai mindent elkövettek a győzelemért. Számítottunk az erős ellenfélre, tudtuk, hogy ők a listán az első három helyzetben vannak, és hát tényleg büszke vagyok rájuk, mert ennyire összetartani még nem igazán láttam a csapatot. Talán lelkesedése volt egy kicsi gond, egy-két csapat játékos egy kicsit megtört játék közben, de aztán egymást így buzdítva így sikerült összehozni, hogy így
jól érezzük magunkat, és ne legyen gond a hangulattal. A szabadkaiak edzője már közel sem volt elégedett a mérkőzéssel. Utakmica bila bez ritma, znači sa užasno mnogo grešaka i to je daleko od onoga što možemo i mi, a i Senta da pruže. Tako da nekako mi se uvijek, kad razmišljamo utakmice, dokon cijelu utakmice jagru, da moramo da zaboravimo što pre na ovo i da se okrenemo nečemu što treba podići, znači igru, da podignemo igru, da podignemo želju i onda će biti mnogo bolje. A Volester játékosai sem voltak elégedettek a mutatott játékkal. Igra bila dosta spora, bilo jako puno grešaka, što trener rekao bez ritma i mislim da moglo biti mnogo bolje s obe strane. A tabellát jelenleg a szabadkai Volester vezeti, az Enta csapata pedig a negyedik helyen áll a második vajdasági liga északi csoportjában. Ennyi volt már a Sporthétfő, köszönjük, hogy minket választottak, jövő hétfőn is várjuk Önöket, a viszontlátásra!